Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A 3 kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de én biztos vagyok abban, hogy hozzád szól, hiszen nincsenek véletlenek. Ide találtál hozzám, tehát közlök veled valamit ebben az általános kivetésben, ami fontos lehet számodra. Természetesen megvan a lehetőség arra, hogy kérj egy személyes jóslást, akkor az jobban passzol a helyzetedre. A díjam 4000 forint. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, ezt most megtekintjük. Itt látható, hogy fogva érzi magát, és nem tudja, hogyan tovább. Itt vannak nehézségek, itt vannak korlátozások. A szeme be van kötve, nem lát semmit, nem tudja azt, hogy milyen irányba kellene tekinteni, de megvan a lehetőség arra, hogy befele tekintsen, és hallgasson a belső hangjára. Mivel ez a kártya a gondolatokra utal, az is lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy te vagy ebben a helyzetben, és itt vannak ezek a feszültségek. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát. Itt is látható ez a kihívás, de jelenti a győzelmet. Ő maga után hagy valamit, vagy ha nálad vannak ezek a gondok, akkor ő biztos abban, hogy te lezársz valamit, és ő tud neked segíteni. Amit a kártya még jelenthet, hogy eltünteti ezeket a nehézségeket, és lesz egy közeledés és beszélgetés. A harmadik kérdés az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt is a kardok jelennek meg, és a kardok jelentik a levegő elemét. Az pedig utal a felszabadulás érzésére és a kommunikációra. De mielőtt itt lesz ez a győzelem, mielőtt elmúlnak ezek a feszültségek, ő még kicsit pihenget. Az is lehet, hogy befele fordul, meditál valami felett. Itt ez a szent kép jelenti az ő elképzeléseit. És mivel kommunikációról van szó, ő beszélni fog ezekről a tervekről, de nem sieti el a dolgokat. A következő kártya azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Itt látható ez a hintó, és vagy ő irányítja a dolgokat, vagy te, jelenti a változásokat. A fekete szín azok jelentik a korlátozásokat, a félelmeket, a bizonytalanságokat. Ebben az esetben fékezi ez az eseményeket. Viszont, ha megtekintjük a fehér színt, akkor az a jó irány, a bizalom, a hit, a szeretet, és akkor megvan arra a lehetőség, hogy előre menjenek a dolgok. Mielőtt itt lesznek változások, egy új irány, fontos az, hogy várj arra, amíg ő kipihente magát, és elmondja azt, hogy mit tervez veled. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!